középkori zarándok fogadó a nyírbátori lovardában, állatsimogató is nyílt a létesítményben, amit egy vármegyei önkormányzattal közös, magyar-román turisztikai támogatásból finanszíroztak. Ebből a forrásból a város történeti sétányt is tovább építették. A már elkészült fejlesztések mellett új beruházások is kezdődtek Nyírbátorban. Rengeteg fejlesztés zajlik most a városban, vannak kormányzati beruházások, vannak uniós forrásból, topos forrásból megvalósuló beruházások, vannak egyéb minisztériumi támogatások, nagyon sok helyszínen indult el, vagy indul el a napokban különböző fejlesztés, ezeknek az összértéke meghaladja a 6,5 milliárdot jelenleg a városban, úgyhogy ez a város működése szempontjából is egy komoly kihívás, hogy ezeket a beruházásokat összetudjuk Hangolni, hogy a város folyamatosan tudjon működni. A Városháza épületében már zajlanak a munkálatok. Jelenleg a nyílászárókat cserélik, de részleges hőszigetelést is kapnak a falak. Az önkormányzat másik fontos beruházása a fürdőkor szerűsítése is. A létesítmény energiafogyasztását hamarosan már a közelben kiépített napelempark biztosítja majd. A legik legfontosabb része a fejlesztéseknek az energetikai beruházások. Nyilván ilyen magas energiaárak mellett az fontos, hogy a téli fűtés, a nyári hűtés, folyamatos üzemeltetés, energiafelhasználás az minimalizálva legyen. Ebben komoly fejlesztések történnek a fürdőben, önkormányzati intézményekben, mint a városháza, idős szociális szolgálatépülete. Ez az egyik nagy kategória. A másik pedig azok az infrastruktúrális beruházások, ami útépítéseket, csapadékvízrendszerek átépítését, zöld felület jelenti. Ebből és nagyon sok zajlik már jelenleg, és sok fog elindulni. Ugye ezek azok a vonalas infrastruktúrák, ami ahhoz kell, hogy a megváltozott időjárási körülmények között a különböző lakossági és ipari jellegű fejlesztések, beruházások, a hétköznapi működés az folyamatos legyen, úgyhogy ez a másik nagy kategória. Kiemelt kormányzati fejlesztés is zajlik a városban. A Magyar Nemzeti Múzeum nyírbátori intézményének teljes körű felújítása 2022-ben kezdődött. Ez az egyik legnagyobb kulturális beruházás az országban. Az építészeti munkák szinte teljes egészében elkészültek, kisebb befejező munkálatok zajlanak, októberben lesz az átadás, de addig még nagyon sok feladat van, hiszen ebben a múzeumban én azt gondolom, hogy országosan is, de még nemzetközi szinten is egy különleges kiállítás kerül megépítésre, nem csak azért, mert a bátoriakat mutatja, ami nyilván város számára nagyon fontos, hanem itt már a mesterséges intelligencia olyan mértékben kerül bevonásra magában a bemutató térben, ami egy kicsit ilyen futurisztikussá és különlegesé is teszi ezt a kiállítást. Magyarországon ez lesz az első ilyen mesterséges intelligenciával megtámogatott idegenvezetői rendszer kiállított tér. A Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeuma a tervek szerint 2024. októberében nyitja meg kapuit a látogatók előtt.